amit itt mögöttem láthatnak, ez az erő, az az erő, ami a békéhez kell. A haderőfejlesztést már 2015-16 környékén megkezdtük, a szerződések akkor megkötettek, és a hadsereg fölkészült arra, hogy egy teljes átfegyverzés eredményeképpen modern, 21. századi, nagy részben digitális, NATO-kompatibilis eszközrendszere legyen. Magyarország hadereje épül, és haladunk azon az úton, ami hamarosan egy teljesen átfegyverzett, képességében megújult és emberállományában is feltöltött modern új hadsereget eredményez. A Dandár Eszköz Parkja most beérkezett 15 Gédennal 48-ra bővül, ebből 38 darabban a tüzérosztály állományában. Alapvetően a tüzérségnél az üteg, szakasz, illetve osztályparancsnoki járművek kerültek Gédán alvázon kialakítása, a tűzvezetőközpont, illetve a felderítő platform hordozója. Emellett rendelkezünk még 10 darab általános felépítésű Gédánnal, ezeket jelen pillanatban az első lövészzászlajunk használja. A tüzérképesség építése a Dandár egyik kiemelt feladata.